Ötödik helyezés a moszkvai nagypályás világbajnokságon, de micsoda helyosztó, Romániát 5-1-re verve jutott ebbe a magasságba a 16 csapatos mezőnyben a magyar művész labdarúgó válogatott. A sikert értékeljük a csapattag Liszkai Gergely lemezlovasa és Zombori Zolán korábbi válogatott labdarúgóval. Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Legutóbb iráni VB után beszélgettünk, és ugye elvileg még nincs másfél éves ez a művész válogatott, de összesen hány nemzetközi tornán szerepeltetek így a... És most ne csak azokat nézzük, ahol nyertetek, vagy dobogón voltatok, hanem ide, szóval hol járunk? Jelenleg ott tartunk, hogy ez az iráni meg a moszkvai torna, ami fix. Ezt reméljük, hogy ezt évekig fogjuk tudni úgymond működtetni ezt a dolgot. Igazából külföldön máshova még nem jutottunk el. Azokkal a csapatokkal, akikkel ott kint találkoztunk, azokkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és tervezzük, hogy kibővítjük ezt a túrát más irányba is, de egyelőre ez a kettő, ami fix nálunk. Ha megnézzük az eddigi tétmeccseiteket, akkor a mérlegetek mindenképpen jobb Bernd Storkénál? Igen. Hát, passzolom. Igen, jobb. Jobb. Jobb, igen. Ezen a moszkvai nagypályás világbajnokságon az iráni VB után is alapján esélyesként tekintettek rátok a többiek? Hát ők nem nagyon voltak képbe az iráni eredményeinkkel, szerintem. A tavalyiból, én úgy éreztem, hogy inkább a tavalyi csapatunkból indultak ki, ami nyilván bővült már minőségben is, meg mennyiségben is, tapasztalatokkal is természetesen. És mi már úgy mentünk oda, hogy minimum a második hely a cél a csoportban. Na most Gergő, ha nézed ezt a 16 csapatos VB mezőnyt, számotokra voltak-e meglepetések, szóval, hogyha a riválisok erejét nézzük, hogy milyen erősségű volt ez a világban? Igazából ugye készültünk, azért nagyjából ismertük tavalyról az ottani csapatokat. A kazakok azok tavaly is nagyon jók voltak, idén is nagyon-nagyon jól szerepeltek, ugye meg is nyerték. Igazából én megmondom őszintén, hogy nagyon senkivel nem szeretek foglalkozni, de szerintem a csapat is így van. Én kitűztem egy célt a csapattal együtt, tehát a csapat kitűzött egy célt. Tavaly ugye 9-ek lettünk, idén előbbrébb kell végezni. Én azt mondtam, hogyha 5 és 8 között vagyunk, akkor már... Akkor ez a cél már teljesül. Természetesen. Na most akkor ennek a célnak a tetejét sikerült teljesíteni. Igen, úgy van, ugye ez a speciális szabály, hogy ha csoport másodikként mi már nem nyerhetjük meg a tornát, mert csak a többi csoport másodikaival játszottunk ilyen keresztbe mérkőzéseket. Viszont a jó benne, hogy van hova fejlődnünk jövőre. Volt idő és lehetőség a torna előtt közös gyakorlásra, meg felkészülési meccsekre? Persze, mindig edzünk, minden héten van edzésünk, illetve most azért tavalyhoz képest többet játszottunk, tehát több edzőmeccsünk volt. Szerintem jól is sikerültek az edzőmeccsek arra, amire készültünk, vagy amivel készültünk ott, azt ott meg tudtuk csinálni, és ez látszódott egyébként szerintem Moszkvában már idén, tehát hogy ez már sokkal jobb volt. Na most Zalán, az adott állományhoz igazítani a taktikát, vagy mindig támadni régi magyarosan? Hát a kollégám a Vince Otto volt, úgyhogy elég sokat dilemmáztunk ezen, hogy most nyúljunk bele esetleg játékrendszervel, de végül is maradtunk egy ilyen stabil, klasszikus 4-2-3-1-es verzióba, ami szerintem egész jól működött. Azok a játékosok, akik külsősként tudtak velünk jönni, mert van erre lehetőség, hogy volt profi játékosokat, kivittünk magunkkal, ők adtak egy például Balogh Zoltán. Balogh Zoltán, igen, a Pázoli elől, illetve a Vörös Peti volt középen. Ők adtak azért a stabilitást a csapatnak, és akkor ekköré próbáltuk felépíteni a többieket. Ezen a világbajnokságon a művészek közül kik voltak a legnagyobb labdaművészek? A Csitári Gerit emelném ki mindenféleképpen, aki nagyon jól játszott, illetve a Rimele Dávidot, és nem utolsó sorban szerintem a torna legszebb gólját. Hát a Marton Gergő gólozása azért azt mondom, az torna gólja volt, az igaz a románok gólya ellen? Hát, így van. Az minden idő gólja a torna, ahogy itt a moszkvai torna múltja alapján is. Világos, az eddig viszi a művész VB-nek az a beollózás. Zavarodott tőle, egy 3 napig nem tudtunk vele. Igen? Ja, hogy kicsit vissza kell rángatni a földre, igaz? Na most ráadásul ugye az nagyon érdekes, hogy ez az 5. helyért, ez azért egy presztízs meccs a románok ellen, ráadásul ez a román csapat, ha én jól látom, akkor azért itt is a profi futballista állományt azért nem hát olyan rossz. Konkrétan olyan profi játékosok, akik Anderlechtbe, Shakhtar Donetskbe játszottak korábban, Zenitbe, és ők tényleg az ő csapatuk az 25 éve működik. Szóval nagyon-nagyon tapasztalt a csapat volt, de hát az eredmény önmagáért beszél. De ez mekkora dolog, mert hogy sikerült őket ennyire legyalulni? Igazából, hogy őszinte legyek veled,
Nyilván az emberben egy románok ellen vívott csata az kétszeres erőbedobást, magyarként legalábbis számunkra kétszeres erőbedobást igényel. Ami addig kifele pattant, szerencsére az ott befele ment, és ennek büszke kell, hogy legyünk, hogy ötöst tudtunk nekik rúgni. Tehát, hogy szerintem ez egy óriási eredmény volt. Tehát akkor ott visszajött az, ami az elején döcögött, igaz? Amit ugye a vereség Angliától döntetlen Paraguay ellen, tehát hogy az elején volt egy kis... Igen, a helyzetek alapján magasan meg kellett volna nyernünk a tornát, szinte azt mondom. Rengeteg helyzetünk volt, és az elején még kicsikét még úgy éreztem, hogy bizonytalanok a gyerekek, de aztán szép lassan az összeállt. És tényleg a románok ellen olyan szép gólokkal, és szerintem a helyzet kihasználása... látjuk egyébként közben. Igen, a helyzet kihasználásunk szerintem az közel volt a 100% a románok ellen. Aha, tehát akkor a végére éred be abszolút, a... Abszolút, vagy, hát, ugye, beszéltük is, hogy előbb-utóbb valaki bele fog szaladni a kérdőbe. Na most, hogyha végigmegyünk az egész tornán, akkor azt érdemes megnézni, hogy szóval a formaidőzítés, az, hogy ez végül is ez egy felfelé ívelő valami volt, ez hogy jött össze? Mert hogyha az elején mondjuk oda bedurrantjátok, akkor lehetett volna a első négy helyére. Abszolút, igen. Tény, hogy viszont azért volt két-három olyan csapat, akik látszott, hogy nagyon egybe vannak. Szerintem ott volt egy-két ilyen gyanús igazolás is a csapaton belül, de nem volt ez tudatos, hogy nekünk ez nem volt itt felépítve, hogy hosszú távon tervezünk, hogy az elején még óvatosan, hanem sőt, hát az angolok ellen volt szinte az egyik legnehezebb meccsünk az elején, de akkor még fáradtak is voltunk, aznap reggel érkeztünk oda. De hál' Istennek tényleg akkor így úgy néz, hogy tudatos volt, de nem volt ez ennyire itt felépítve. Milyen tanulságai vannak, mindkettőtől kérdezem ennek a VB-nek, hogy a művészválogatott jövője meg ilyen építése szempontjából az előbb utaltára, hogy van itt olyan csapat, ami 25 éve dolgozik együtt, szóval, hogy a legfőbb tanulság, 5. hely, előrelépés megvolt, merre tovább? Előre, ezt tudnám mondani hirtelen. Igazából ugye mi most lesz talán februárban már, igen, februárban lesz, hogy második éve alakultunk. Azt gondolom, hogy Irán után, ugye, ahol sikeresen szerepeltünk egy második helyen, itt ugye előreléptünk 9-ről 5. helyre. Ez volt a komolyabb torna? Igen. Igen. Ez más. Tehát ugye nagy pályán azért más futballozni, mint kis pályán. Tehát ott azért valamivel egyszerűbb volt. Az is egy jó eredmény, csak az valami egyszerűbb. Itt én azt gondolom, hogy nyilván van hova fejlődni, szeretnénk még egységesebbek lenni, még jobb eredményeket elérni, és ugye ne felejtsük el, hogy ez ugye a futballról is szól, illetve ugye szól jótékonykodásról, ahol azért van, mit még letegyünk az asztalra, és szeretnénk is ebben tovább menni. Tehát no, ebben milyen tervek vannak még? Most is Moszkvába ugye vittünk nagyon sok ajándékot gyerekeknek, amiket ott átadtunk személyesen a csapat néhány tagjával. Ha jól tudom, több mint 1 millió dollár jött össze így a torna szervezése során a jótékonykodásra, úgyhogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kintiek is. Emellett volt ugye zenei produkció is, amin szintén részt kellett lennünk, úgyhogy ez egy elég komplex torna. Azt a díjat, igaz? Így van, a Kálai Sanders is lett a legjobb énekes, és még mellette 2 bronzérmet is. Mi kaptuk a legtöbb érmet még a zenei produkcióval is. Következő nagy torna, ahol tulajdonképpen az a feladat, ez szerint, hogy valami érmet is kiénekelni, igaz? Az ellenfelek szájából sajt helyett. Igen, ugye a következő, ha minden jól megy, akkor ugye megint megyünk Iránba, és aztán utána meg ugye megint Moszkva. Iránban magasra tettük a lécet, tehát ott biztos, hogy fognak velünk számolni, hogyha meghívnak jövőre is minket. De én inkább a moszkvait emelném ki, szerintem ott jövőre az én becsésem szerint, de hát hogyha az Alán is egyetért velem, akkor jövőre az első négyben szeretnénk szerepelni. De hát addig még sok víz le fog folyni a Dunán, sokat kell készülni, edzeni, és annak meg lesz az eredménye szerintem. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.